A digitális közösségi alkotóműhelyben található 3D nyomtató most is üzemel. Folyamatosan készítik vele az arcvédő pajzsok egyik fő alkotó elemét, a műanyagvázat. Azért vállalkoztak erre a feladatra, hogy ellássák a ceglédi kórházat ezekkel a jól fertőtleníthető és többször használható eszközökkel, mondta dr. Ferenczi Norbert. A technológia, amit használunk, az egy viszonylag új technológia. Ez azt jelenti, hogy mivel viszonylag nehezen lehet ezekhez az alkatrészekhez hozzájutni, ami arra való, hogy összerakjuk az arcvédő pajzsot, ezeknek a kulcsalkatrészeit 3D-s nyomtatóval előállítottuk, megvettük a plexi részét, illetve azt a részét, amit fejpántként használ, ezeket a kollégáink összeillesztették, és kiválóan használható lesz az egészségügyben arra, hogy a maszk fölött hordva megóvja azokat az orvosokat, ápolónőket, későbbi terveink szerint a szociális otthon dolgozóit is egyébként, akik erre rászorulnak ebben a nehéz időszakban. Dér Ilona, az egészségügyi intézmény ápolási igazgatója örömmel vette át az arcvédő pajzsot a Bem József Műszaki Iskola igazgatójától. Megvannak a megfelelő védelmi rendszereink, de természetesen ez az, amiből soha nem lehet elég, és nagyon köszönjük a fáradozásukat és a felajánlásukat, a munkát, amit energiát belefektettek, és nagyon jól sikerültek ezek a védelmi eszközök. Köszönjük még egyszer a kórház dolgozói nevében. Alapvetően a maszk 3D vázát készítik el, mondta Berényi Csaba, a Ceglédi Szakképzési Centrum digitális üzletfejlesztési tanácsadója. A tervezetet még március közepén egy cseh cég hozta nyilvánosságra, így került a piacra. Ennek a fájjait le tudják tölteni, és ez alapján készítik a pajzs alkotó elemét, tette hozzá Berényi Csaba. Még a digitális műhelyekben Magyarországon több helyen is lényegében hozzácsatlakoztak ehhez az akcióhoz, és a 3D nyomtatóinkkal ezt a műanyag vázat készítjük el, ez több óráig készül, majd egy ilyen előtét fólia, egy műanyag fólia kerül rá, ez lyukgatással készül, kialakítottuk a lyukméreteket, fölhelyezésre kerül, sima gumi pánt kerül rá, ezek lyukgatva vannak. Az első 100 darab már elkészült, de a gyártás nem áll meg, mondták.